Hatalmas raktárakkal és újabb jelentős átrakó kapacitással bővült a Transit Speed Kft. Az 1990-ben alapított cég Kisvárdán alakította ki új telephelyét. A vármegye egyik jelentős árufuvarozással foglalkozó vállalata eddig 110 hektáros logisztikai központtal, 57 ezer négyzetméternyi fedett raktárhelyiséggel és 11 kilométernyi vasúthálózattal rendelkezett Mándok közelében. Ezt bővítették a csütörtök reggel átadott beruházással. A most megvalósult beruházással együtt Kisvárdán 1,8 kilométer vasúthálózat, 12 ezer négyzetméter fedett raktárkapacitás, és a telephelyen 21 ezer négyzetméter terület került, aszfaltburkolatot kapott, továbbá megépült egy fedett átrakóberendezés közúti és vasúti járműmérlegrendszerrel egybekötve. A tárolókban árufajtától függetlenül 35-40 ezer tonna áru egyidejű tárolására van lehetőség. Az átrakóberendezés kapacitása 200 tonna per óra, ami azt jelenti, hogy közel 200 kamionnyi áru kirakodására, vagy normál vagonba töltésére van lehetőség. A logisztikai vállalat számos válságos időszakot túlélt már az elmúlt bő 3 évtizedben, mégis folyamatosan tudta növelni kapacitásait. Erről már Sesták Miklós országgyűlési képviselő beszélt, aki szerint a bátor fejlesztési hozzáállásnak köszönhető a cég sikeressége. Szintén nagy szerepe van a társaságnak a térségben élők foglalkoztatásában. Tilki Attila, a Vásáros-Naményi körzet képviselője arról beszélt, a kisvárdai telephely 20 új munkahelyével már több mint 100 dolgoznak a vállalatnál. Annak idején a rendszerváltás után az egyébként agrármérnöki végzettséggel rendelkező dr. Szabó Ferencnek egy zseniális húzása volt, hogy logisztikával fog foglalkozni, és hogy a cég ilyenre nőtte ki magát, azért mi, akik itt élünk, nyomon tudtuk követni, hogy nagyon ügyesen sikerült a két fiát is bevonni a vállalat csoportba, és immár hárman teszik azt a nagyszerű dolgot, amivel több mint 100 embert foglalkoztatnak a térségben és a választókerületben. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gombnyomására indult el a munka a vasúti vonal felett az új kisvárdai telephelyen. A tárcavezető az átadó eseményen elmondta, Magyarország gazdasági növekedéséhez beruházások kellenek, ebben pedig kiemelt területet jelent a logisztikai ágazat fejlesztése. Szijjártó Péter hangsúlyozta, az orosz-ukrán háború miatt megváltozott tranzit útvonalak következtében Magyarországra egyre nagyobb szerep hárul a nemzetközi árufuvarozásban. Ezért is döntöttünk úgy, hogy Magyarország a lehető legjobban kiveszi a részét abból, hogy a nehéz, az amúgy is nehéz helyzetben lévő országokban ne jöjjön létre kezelhetetlennek bizonyuló élelmiszer ellátási válság. Így jöhetett létre az a helyzet, hogy Ukrajna nyugati határán, itt Magyarországon jöttek létre a legnagyobb vasúti átrakodó kapacitások. És annak ellenére, hogy nekünk a többiekhez képest egy rövid határunk van Ukrajnával, ez egy hatalmas teljesítmény, hogy Ukrajna nyugati határán a legnagyobb vasúti átrakodási kapacitások itt Magyarországon jöttek létre. Ezzel nagy segítséget tudunk nyújtani abban, hogy az ukrán gabona és más mezőgazdasági termények tranzitja az európai kikötők felé meg tudjon valósulni. A Transit Speed Kft. Új kisvárdai telephelye 3,8 milliárd forintból épült fel, a beruházást az állam 1,4 milliárd forinttal támogatta.